amíg pakolódunk felfele, addig... Hát 9-es sorszám, majd vissza fog végre térni a színpadra a BATár. És... egy asztal. Egy szék. Meg vagyunk. Jó. És... hát akkor gondoltatok-e már arra, mi zajlik le a fejetekben a cosplay versenyre készülés alatt? A cosplayert is az érzelmeik irányítják. Derű, bánat, hajlé, undor és harag váltják, vagy erősítik egymást az alkotási folyamat során. De vajon hogyan viselkedek egy kon előtti pánikhelyzetben? Nézzük meg, de mielőtt megnézzük. Egy üzenetet kell átadnunk a BATárnak itt a színpadon. A társapatának szeretném átadni a kalinkalózók üzenetét, akik most ugye nem vesznek részt ezen a versenyen, de az önökben szeretnék sok sikert és sok eredményt kívánni nektek, úgyhogy hajrá! 9-es ország a BATár Craftmanók! Először csak Riley meg én voltunk, és a boldog cosplayers találkozók. Akkor majd megoldjuk alacsony költségvetésből. Felhasználunk mindent, amit itthon találunk. Én ezt nem javasolnám. A cosplay verseny több okból is veszélyes. Például eleshetünk a színpadon, vagy mi van, ha elfelejtjük a szöveget? A lámpalászról már hallottatok? Vagy akár az álmennyezet is ránk szakadhat? Vagy mi van, ha felrobbanunk? És miért jelmezt veszünk fel? Nem mehetünk oda valami béna cuccban? Totál égés lenne. De hát volt egy fantasztikus jelmez. Jaj, olyan izgatott vagyok. Nem! Már megint itt vagyunk! Kitalálunk valamit, és nagyon jó lesz, higgyétek el. Keressünk boldog korábbi konos emlékeket. Ó, mint például ez így. Akkor gyorsan találjuk ki, hogy mit akarunk cosplayelni. Annyi szuper karakter van! Ez a Uncsi. Az fúciki. Béna. Gáz. Volt. Ez is volt. Ez így nem fog sikerülni. Flexelj velem, gacsinja. Tudom már, mi kell. Hát kreativitás. Meg kell, hogy keressük most azonnal. Bálok, te velem jössz. Nem! Vagy lehetne valami horror story? Csak harag, de keres valami meg.
meditációzenét. Most nem akadhatunk ki. Meditációzenét, mi? Ha lehet valami mást. Nektek semmi se jó. Tudni karikás szemekkel megyünk arra. Rendben, nézzük a rémálom listát. Elfelejthetjük a koreográfiát. Mert nincs rajtunk jelmezt, hogy rossz zenét játszanak be. De hát mindennel kész vagyunk, mégis mi baj történhet? Let it go, let it go. Can't hold it back.